Nekem azt tetszett a tanítási módszerébe, hogy tehát nem az a hagyományos, szokásos tanítás volt, hogy na ő leadja a leckét, és akkor ugyanúgy visszaköveteli, hanem több nézőpontból próbálta nekünk átadni azt, amit úgy gondolt, hogy mi azt jó volna, ha megtanulnánk. A mentornak tulajdonképpen nem az a dolga, hogy megtanítsa azt, amit ő tud. Mesterség szintjén igen, de mindenkinek megvan a maga művészete. Az én művészetemet hiába tanítom meg neki, mert az nem az ő művészete. Neki is megvan, ha tehetséges. Fel kell fedezzem, hogy körülbelül mi az és hol van ő maga. Valami olyasmi ez, mint amikor úszni tanítod egy nyílt tengeren a tanítványt, és tudod, hogy körülbelül mire képes, mennyire tud ő elúszni, és hol van az a sziget, amelyik az ő kincses szigete, ahol ő megkapja az ő kincseit, és ő nem látja alulról, abból a szögből, ahol ő van, te pedig fennebb vagy, neked a horizontod sokkal tágabb, és az a dolgot, hogy neki mindig mutassad, hogy melyik irányban, milyen csillag szerint keresse az ő szigetét.